Szórakoztató, látványos, kalandos és mozgalmas, így jellemezte Veres József filmkritikus és filmtörténész a Trapéz című 1956-os amerikai filmdrámát. Leköti a figyelmet és szórakoztató is, és ebben a műfajban, ha mondjuk ezt tematikai skatujának elfogadjuk, hogy cirkuszi film, akkor tisztességes színvonalat képvisel. Felvonultatja mindazt, amit ennek a műfajnak a erénye, vagy értéke, vagy sajátossága, tehát a rivalizálást azok között, akik ott dolgoznak fönt a trapéz tetején, a szerelmi konfliktust, a látványosságot, az érdekességet, a mozgalmat, az izgalmat. Vagyis a Trapéz című alkotás tartalmazza mindazokat az összetevőket, melyek egy filmet sikeressé tesznek. Emlékszem rá, sajnos vagy hál' Istennek, amikor ezt a filmet bemutatták Magyarországon, már akkor én moziba jártam, és óriási nagy érdeklődés volt iránta, ami annak is köszönhető volt akkor, hogy hosszú idő után újra játszottak amerikai filmeket Magyarországon. A Rákosi kormány ugyanis leengedték a sorompót amerikai filmek előtt, aztán 56 után, 57-ben újra megjelentek az amerikai filmek, és kezdtük az ismerkedést azokkal a színészekkel, sztárokkal, akik a trapézben is főszereplők. A filmklub már több mint 10 éve működik. Megyeri József, a filmklub vezetője, elmesélte őt, milyen emlékek fűzik a filmhez, melyet még gyerekkorában édesapjával nézett meg először. Kézen fogott és elvitt moziba. És a moziba a Trapéz című filmet láttuk, tehát nekem ez egy régi élményem, illetve majdnem az elsős mozis élményem. A Trapéz című film fontos értékeket és mondani valót tartalmaz, hangsúlyozta Veres József filmtörténész, ugyanis azt hirdeti, hogy a barátság, az összetartozás, az egymás segítése nagyon fontos az életben.